Tisztelettel köszöntjük itt a barikád mögött Balázs Robertet a Zalaegerszeg szélén. Nem tudom, hogy valaki azt mondta volna ma reggel, hogy négy voltunk a Újpesten, de nem szereznek pontot, akkor mit mondott volna az illetőnek? Elképesztően fordulatos meccs volt, és az Zalaegerszeg iszonyú sokat tett bele ebbe a meccsbe, mégis pont nélkül távoznak, milyen érzésekkel ül fel a buszra? Hát nyilván a vereség az mindig fájó, és nehéz is ilyenkor nyilatkozni, de először is gratulálok az Újpestnek a kupa győzelemhez és a mai győzelemhez is. Azt gondolom, hogy ebből a meccsből a szerencse az Újpest mellett állt, nem mellettünk. Aminek viszont örülök, hogy a félidőben 3-1-es hátránynál idegenbe vissza tudtunk jönni a meccsbe, és ezt is kértem a félidőbe, hogy higgyünk abba, hogy ezt a meccset akár meg is lehet fordítani, de minimum egy X-re hozni, de bárhogy alakul a mérkőzés, a második félidőt azt próbáljuk megnyerni. Ez sikerült, sajnos pontot nem kapunk érte. Azt gondolom, talán a döntetlen igazságosabb lett volna. Itt is, ott is voltak lehetőségek, helyzetek. Most azt mondják, hogy a negyedik gólnál kézzel vitte a játékos a labdát, nem vették észre. Viszont szép gólok voltak a nézőknek, biztos, hogy ez nagyon tetszett ez a mérkőzés, akár a televízió előtt, akár aki ide kilátogatott. Nyilván mivel mi kikaptunk, nekem annyira azért ez nem tetszett, de mégis voltak nagyon sok pozitív dolog, főleg a második fél időben, de akár az első fél időben is, tehát mi gyakoroltuk a fél évő beadások, az érkezések, és ebből rúgtunk gólokat is, sőt a Szántó Regőnek az első fél időben volt egy óriási helyzete, amivel Brambura védett a kapus. Sajnos azt kell, hogy mondjam, még egyszer gratulálok az Újpestnek. Inkább megdicsérni volna a játékosait a támadó játékért, vagy inkább elmarasztani őt a védekezésért? Hát sajnos a védekezésünk a mai meccsen, az 5 gól is bizonyítja, hogy nem volt jó. Az ezelőtti 6 meccsen 3 gólt kaptunk, és most egy meccsen kaptunk 5-öt. Úgyhogy ez is volt az egyik probléma az érkezésem előtt, hogy sok volt a bekapott góloknak a száma, és sajnos ezen a meccsen is ez kijött. Próbálunk a jövőben jobban odafigyelni, jobban koncentrálni az ilyen szituációkra, de azt gondolom a második fél időben az a védekezésünk az rendeződött. Az első fél időben az nem tetszett. De még egyszer mondom, hogy a legnagyobb pozitívum számunkra az, és nem tudom elmarasztani a játékosokat, hogy a második fél időt megnyertük és nem adtuk fel. A legfőbb célunk nekünk az volt a bennmaradás. Igaz, úgy jöttünk ide nyerni akarunk az utolsó meccsen, és úgy elbúcsúzni a szezontól, sajnos ez nem sikerült, bár azt gondolom, hogy nincs okunk lehajtott fejjel távozni. Köszönöm szépen, és fontosan tudjuk képviselni ezt fordul. A kérdésünk van, mert úgy rejtezek, hogy most fölheti ezeket. Igen, először pont. Robi, egyfőként volt meg ilyen meccset, hogy jelentleget, hogy 5 gólt kap a csapat? Hát nehezen, bár pont egy évvel ezelőtt akkor még a Kaposvárnak a vezetőedzőjeként kaptunk egy 5 gólt, bár ez egy teljesen más mérkőzés volt, meg a csapat is más volt, mint a mostani. Fájó az 5 gól, meg a vereség, minden vereség fájó, bár vereség és vereség között is van különbség, és úgy, hogy a játékosok megtettek mindent, nem csak az X, hanem a győzelem érdekében. Ezért nem lehet őket elmarasztani, de bizonyos hibákból tanulni kell, hogy a jövőből ebből tudjunk profitálni. Köszönjük szépen, mit volt a kérdés, igen? Puszta Györökezenes a tévétől, ugye ma 2 gólt szerző Szántóreg kölcsönben volt erre az idényre a Ferencvárostól az Zalaegerszegen. Szeretnéd a következő idényben a csapatodban látni továbbra is? Természetesen a Regő egy nagyon tehetséges játékos, és én azt gondolom, hogy a fejlődése szempontjából szerintem neki jót tenne, hogy még egy évet nálunk maradjon.
Én számítok rá, bízom benne, hogy itt fog maradni, de hogyha Fradi úgy dönt, hogy visszarendelés ott tartják, akkor nincs más választásunk, és sajnálni fogom, hogy sok sikert kívánunk neki. Én azt gondolom, hogy egy fiatal tehetséges játékos, szép jövő előtt áll, hogyha ugyanígy dolgozik. Tovább bizonyított ebbe az évbe. Még egyszer azt mondom, hogy az én véleményem szerint neki még kéne még egy év. Egy ilyen hasonló, hogy egy magasabb szint, mert a Fradi azért egy magasabb szint, hogy utána lépni tudjon. Köszönöm szépen, van még egy kérdés. Ha nincsen, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy valaki a Robertnek, és egyszerűen sok sikert kívánok. Köszönjük, minden jót! Köszönjük. A győztes Újpest ilyetmesterünk, akinek a szavait majd szokásainkhoz szíveszel a Lucia fogja tolmácsolni. Nyilván ez egy olyan pillanat, amikor érdemes lenne kicsit beszélni magáról az év tanulságairól, de arról, hogy honnan, hová jutott el az Újpesttel. Egy olyan hét végén vagyunk, amikor a csapattal kupa győzelmet ért el, és egy fantasztikus évzáró győzelmet aratott. Éppen ezért kezdjük ezzel. Mit gondol nagyobb bravúrnak a mai mérkőzésen? Az, hogy 5 gólt lőtt a csapata, vagy az, hogy minden fordulatból győztesen tudott kijönni, és mindig volt lelki ereje ahhoz, hogy a maga javára fordítsa a találkozót? First of all, thank you very much for the words.
Yeah, I think this game also shows what always happened to us since I'm here. Sometimes we make mistakes, also some coincidences. This game today was so many special moments. Nobody was planning it before. And it's a typical game when you're really old and sit at home in your big chair and the grandchildren will come, you can tell about this 9th of May 2021, because at the end it comes to our side. Also great compliment to Zalagazek, because you need two teams to make this special game, and unlucky wise the stadium couldn't be fully booked. If this stadium would today fully booked, you will see what's happened then immediately. Banner save a penalty, and then the next shoot was touched and goes into the angle. Also the free kick from Zalagazek was fantastic, but our free kick from Nemanja was also. So all these little histories in this game, always these from both sides, never give up, try to come back, try to win with all these circumstances. So this was good. Also good to see that football in Hungary is very attractive if both teams try to play forward. I'm confident, because the team spirit is the key. The key is that the team believes first of all in themselves, but also they like to play for each other. And this was the reason why we are able to win the cup. And after the cup, of course, we want to reach a sixth position, and we made it also. So now, I think in the next one or two days, we will realize what it really means. And then afterwards, we will find out what it means for the future. But I think today, I said it one or two times, is really a good day for Budapest. Először is nagyon szépen köszönöm a dicsérő szavakat. Ez a mai mérkőzés is megmutatta, hogy mennyi minden történt azóta, amióta én itt vagyok, hiszen egy kicsit tükre volt az egész szezonnak. Ebben a mérkőzésben tényleg volt minden. Voltak benne hibák, voltak benne véletlenek, voltak benne olyan különleges pillanatok, amiket egész egyszerűen senki nem láthatott előre. Tipikusan az a meccs, amit majd esetleg nagypapa korunkban a fotelból üldögélve elmesélhetünk az unokánknak, hogy bezzeg akkor május 9-én 2021-ben micsoda fantasztikus meccset vívtunk az ellenfelükkel. Ma egy olyan mérkőzésen vagyunk túl, amelynek a végeredménye végül nekünk kedvezett, de szeretnék ehhez gratulálni a Zalaegerszeg csapatának is, hiszen két csapatra van ahhoz szükség, hogy ilyen különleges meccset tudjunk játszani. És már is láthattuk, mit jelent az, hogyha visszajönnek a szurkolók a stadionba, micsoda plusz erőt és támogatást nyújt a gárdának. Láttuk például, hogy Banai hárított egy 11-est, fantasztikus szabadrugás gól a Zalaegerszegtől, ahogy tőlünk is, ugye Nemanja Antonov egy fantasztikus szabadrugás gólt mutatott be. És hát igen, hullámzott a teljesítmény, hol kicsit lent, hol kicsit fent, de az biztos, hogy soha nem adta fel az Újpest, és minden alkalommal visszakapaszkodott. Nagyon jó volt látni azt, hogyha megpróbálnak a csapatok támadó szellemben focizni és előre játszani, akkor igazán közönség szórakoztató, vonzó játékot tudnak produkálni. Ami a legfontosabb tanulsága számomra, hogy mennyire jó a csapatban az összhang, a csapat szellem, ez a valódi összetartó erő, ettől játszanak a csapatért és egymásért. És ez az oka annak is, hogy sikerült megnyerni a Magyar Kupát, illetve most végül a bajnokságban a tabellán a 6. helyre feljutni. Biztos, hogy kell egy-két nap, hogy felfogjuk a történteket, azt, hogy mit is ér az, amit sikerült elérnünk, és azt is, hogy a jövőre nézve ez mit fog jelenteni. Említette az eredményeket. Ezeknek a tükrében túlzás nélkül állíthatnánk, hogy újpesti szerepvállalása munkájára rendkívül sikeres. 6. hely kupagyőzelet. Mi volt a legnehezebb, amivel meg kellett küzdeni, és mit tart a legnagyobb eredményének, amit elért itt a negyedikben? The beginning, of course. I come into a team. We had no time. We have only 2.5 week preseason.
and we lost the first three games, and we got really tough results in this moment, because we started in a different style. Of course, we worked hard. We need this physical basic, and everything was new. And of course, I also make a lot of positive pressure on the guys, and have to find out who sticks together and what will be the best 11. And then since today, also I was surprised, and now I had the chance to give a chance to, for example, for Bielosz. And he also picks this chance, and also the young ones, if they don't get these two unnecessary injuries, maybe there would be a step more in front than Mocheni and Katoma. But it's good to see they're still there, and this is a part what we need. I think the best result for me was the key moment was when we won the cup in Puskás. Because the first time we were really strong and disciplined and we were able to play for the result, and then they feel tactical wise the little difference in the game decides, and we are really on good way. Amikor ide érkeztem az Újpesthez vezetőedzőként, akkor nagyon kevés idő állt a rendelkezésemre a csapatépítésre, hiszen összesen 2,5 hét volt akkor a felkészülés időszak, és rögtön az első három mérkőzésünket elvesztettük, ellenfeleink mindháromon fölényes győzelmet arattak. Idő kellett ahhoz, hogy összeálljon, összekovácsolódjon a csapat, elsősorban azért, mert én egy más futballstílust képviselek, amelynek alapja az egyértelmű fizikai jó erőnlét. Ezt kellett mindenképp először felépíteni, meg hát számos dolog új volt nekem is, illetve a játékosoknak is, de azt hiszem, hogy pozitív hatást, pozitív nyomást gyakoroltam a futballistákra. Nekem is ki kellett tapasztalnom, hogy ki kivel működőképes, hogy melyik az az ideális kezdő 11, amelyet érdemes pályára küldenem. Értek kellemes meglepetések is, ilyen például ma este Bielosznak a szereplése, aki kifejezetten jól játszott, vagy a fiatalok, akiket pályára tudtam küldeni néha-néha, például Mucsányi vagy Katona. Jól látni, hogy ők is vannak, hogy rájuk is lehet számítani, még akkor is, ha esetleg nem kaptak annyi játék lehetőséget. A legszebb pillanat számomra a hétfői Puskás Arénában elért Magyar Kupa győzelem volt. Talán ez volt az első olyan igazi meccs, igazi alkalom, amikor azt láttam, hogy a csapat 100%-osan, fegyelmezetten, koncentráltan játszik, hogy betartja a taktikai utasításokat, ez vezetett aztán a sikeres eredményhez. Azt hiszem, mindenképpen a jó úton halad a csapat. Köszönjük szépen Gyújtály előtt szavait, és akkor igen, már is helyezik, hogy van kérdés a csapatban részéről. Ha jól emlékszem, január végén 11. volt a csapat kieső helyen át, akkor volt-e realitása annak, hogy végül a felsőházba 6. is számhat, plusz megnyerheti a Magyar Kupát? Not at this moment, of course not. I think at the end, okay, nobody can say seriously we win the cup, of course not. Last night was interesting, I saw a summary from all of our games, the way through, and so difficult moments also in the games when we're playing this cup, but each game bring us in this position more and more to believe that we are able to do also. Also in the league, after a good cup game, sometimes we lost games in the league, but we always come back immediately after. When we lost the game, the next game we won, and I think this is the mentality of the team. And of course, we are at the beginning. We have to learn more and more to play more without this huge impact, this huge running impact. We run a lot. We have to do. We burn a lot of energy, and of course, that means also we have to find more balance in our style. But come back to the question. It was grown up month by month. Nem, akkor semmiképp sem mondhatnám, hogy arra gondoltam, milyen a körülményekhez képest milyen sikeres szezont zárunk, és arra semmiképp sem.
hogy a magyar kupát is el tudjuk hódítani. Érdekes, pont tegnap este végigmentem az összes kupa meccsünkön, és azt láttam, hogy azért az sem volt egy könnyű menet. Minden mérkőzésben számos nehéz pillanat volt, amit le kellett győzni, és minden mérkőzés egy kicsit közelebb vitt minket ahhoz, hogy kezdjük elhinni szép lassan, hogy van ebben a kupasorozatban keresnivaló. Összefüggés van a bajnoksággal is, hiszen megtörtént az, hogy például lejátszottunk egy jó kis kupameccset, majd utána elvesztettük az éppen soron következő bajnokinkat, de ettől függetlenül ott nem tört meg a csapat lendülete, visszakapaszkodott, és azt hiszem, hogy ez a mentalitás az egyik legnagyobb nyeressége a mostani szezonnak. Azt is meg kellett szép lassan tanulnunk, hogy egy kicsit a futás teljesítményünket valahogy megpróbáljuk csökkenteni olyan szempontból, hogy túl sokat futottunk, túl sok energiát égettünk el, nem volt meg a megfelelő egyensúly a játékunkban. De hogy visszatérjek a kérdésre, azt hiszem, hogy hónapról hónapra alakult ki bennünk ez a meggyőződés és ez a hit, hogy sikeresek lehetünk. Köszönjük szépen, Valeri Kalkan, de mérkőzés előtt beszélgettem szurkolókkal, és egyöntetően azt mondták, hogy tetszik nekik az a munka, amit itt Budapesten végez. Mit szól ez a szurkolókkal jövő dicsérethez? I appreciate it. Of course, everybody likes it if somebody says nice things. I'm not sure if they really know how I work because everything is closed. But we have a lot of gentlemen who are coming every day to every training session, so they maybe can say what we're really doing. I think it was, I was at the right place in the right moment, and I hope we can continue this. Nagyon örülök, kinek nem esnének jól az ilyen dicsérő szavak. Abban nem vagyok biztos, hogy tényleg tudják a szurkolóink, hogy hogyan is dolgozom, hiszen minden zárt kapuk mögött zajlott, és senki nem látott semmit, vagy csak nem azok a kollégák itt az egyesületnél, akik napról napra ugye bejárnak és látják, hogy a csapat hogy készül, hogy dolgozik. Azt hiszem, hogy a legjobbkor voltam a legjobb helyen. Köszönjük, van még kérdés? Nincsen, nagyon szépen köszönjük, és természetesen nagyon sok további sikert kívánok. Thank you very much.